Advent első vasárnapján az adventi koszorú első gyertyáját, az ünnepi köszöntő beszédét követően Szepesi Tibor polgármester gyújtotta meg a Városháza előtti téren. Karácsony készül, emberek, szépek és tiszták legyetek. Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek, legyetek újra gyermekek, hogy emberek lehessetek. Tisztelt ünneplő közösség, hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Karcagváros önkormányzata nevében szeretettel köszöntöm Önöket Vas Albert soraival advent első vasárnapján. A mai napon kigyulladnak advent fényei. Elkezdődik az adventi időszak, mely a közelgő karácsonyról, az újjászületésről, az erre való várakozásról szól. Hiszen az advent jelentése az eljövetel, a megérkezés, a boldog várakozás öröme. Megérkezni és türelemmel várakozni. Milyen egyszerűnek tűnik mindez, milyen könnyű kimondani, de milyen nehéz ezt a nyüzsgő és rohanó világunkban megvalósítani. Amikor olyannyira elfoglalnak minket a hétköznapokban a feladatok, a kötelezettségek, a világnak való megfelelés kényszere, hogy amikor egy kissé lassítani kellene és szeretteink felé fordulni, bizony csak nehezen vagyunk képesek a megállásra, az odafigyelésre. Az elmúlt években a körülöttünk zajló élet átírta mindennapjainkat. Az egész világot sújtó járvány, a szomszédunkban dúló háború, vagy a miatta bekövetkezett gazdasági nehézségek mindannyiunk életét befolyásolta, befolyásolja. De alakuljanak is bárhogyan a következő időszak eseményei, ne feledkezzünk meg a hozzánk legközelebb állókról. Az otthon nyugalmáról, szeretteinkről, az adni vágyásról, az odaadásról, a másokért, szeretteinként való tenni akarás érzéséről. Várakozunk és reménykedünk. Reménykedünk, hogy az eljövendő jóval, széppel, egészséggel és békével érkezik majd mindenki számára. Ahogyan az elmúlt években, évtizedekben, most is örömmel várjuk az ünnepet. Megállunk, elcsendesülünk, magunk és szeretteink irányába fordulunk. A szeretet ünnepén felerősödnek érzelmeink, családunk, közösségünk iránt. A megváltó megszületése óta hisszük, hogy csak a szeretetben születhet újjá az élet. Az adventi koszorú fényei, a négy gyertya évszázadok óta a biztosan bekövetkező, mindannyiunkra váró örömhírre figyelmeztetnek. Arra, hogy nem vagyunk reménytelenül magunkra hagyva és kiszolgáltatva ebben a világban. Az adventi koszorún minden gyertya egy fogalmat szimbolizál. Ezek a hit, a remény, a szeretet és az öröm jelképei. A mai napon az első gyertya lángja lobban fel az adventi koszorún. És bár egy gyertya lángja még nem a tűz, de benne van a melegség ígérete, ahogyan erről Kun Magdolna verse is szól. Advent első gyertyalángja legyen ma a béke, apró gyermekszívek szép reményű éke. Ráncos, fázós kézfejeknek forró meleg kályha, szomorú arcocskáknak pihe puha párna. Advent első gyertyalángja legyen ma a mosoly, ott is, ahol szívfájdító nyomorúság honol. Hisz az adventi gyertyákban fellobbanó láng koldusra és királyra is mennyei fényt ad. Karcagon is nem soká kigyulladnak itt a Városháza épületén, a Városháza előtti téren az ünnep fényei, és mi ünneplőbe öltözött szívvel várjuk idén is a karácsonyt. Ez a fény, ez az ünnepi fény hassa át a mi mindennapjainkat, a mi készülődésünket is. Kívánok mindenkinek szeretteik körében eltöltendő áldott adventi várakozást, boldog karácsonyt,
és valamennyi álmukat beteljesítő, egészséget hozó, békés, boldog új esztendőt, amelynek legyenek fő vezérvonalai a hit, a remény és a szeretet.